Változik a piacok nyitvatartása a pünkösdi hétvégén, valamint a MÁV, Volán csoport és a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Járatai is igazodnak a hosszú hétvégéhez. Pünkösd vasárnap május 23-án a kecskeméti piacok nyitva tartanak. A Budai utcai piac csarnok a nyári nyitvatartás szerint reggel 17:30-tól délig várja a vásárlókat. A Széchenyi városi kispiac reggel 6:00-tól délután 2:00-ig a megszokott rendszerint üzemel. A Szent László körúti vásártéren a Zsibvásár reggel 17:30-tól délután 2:00-ig tartja nyitva kapuit az érdeklődők számára. Május 24-én, pünköst hétfőn azonban a piacok zárva tartanak. Ezért a Szent László körúti vásártéren megszokott hétfői zöldség-gyümölcs nagybeni piac másnap, május 25-én, kedden, reggel 7:00-tól délig lesz megtartva. A MÁV Volán csoporthoz tartozó közlekedési társaságok, a MÁV Start, a Volán Busz, valamint a MÁV Hév szintén a pünkösdi ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét. A pünkösdi ünnepi forgalom ideje alatt a vonatok május 23-án az ünnepi, május 24-én pünköst hétfőn a vasárnapi, május 25-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. A KEKO járatai május 21-én pénteken tanszünetes munkanap, 22-én szombaton szabad nap, 23-án vasárnap és 24-én hétfőn munkaszüneti és ünnepnap, 25-én kedden pedig tanszünetes munkanap szerint közlekednek.